Beszéltünk tökéről, amikor az Erwin gépeket nézegettük arról, hogy mennyire védtelen tud lenni az ember az időjárási jelenségekkel szemben egy ilyen gépen, egy olyan kategóriájú gépen, és ugye azt találtuk ki, hogy a legjobb megoldás az elkerülés, illetve az adott időben a fel nem szállás, magyarul olyan, amikor az időjárás a repülése veszélyes, jegesedik, turbulens, erős a szél, nagyon erős zivatar tevékenység van, azokkal a gépekkel nem szállunk föl. Az utasszállító gépeken a repülésbiztonság és a menetrendszerűség javításához szükségesek olyan berendezések, amelyek elősegítik azt, hogy a repülőgépek rosszabb időjárási körülmények között is repülni tudjanak. Most ezek a gépek föl vannak szerelve mindazokkal a berendezésekkel, amelyek biztosítják a személyzet számára azt, hogy ezeket az időjárásokat lássák, meg tudják ítélni ezeknek a veszélyességét, át tudjanak rajtuk menni, vagy adott esetben ők is ezt az időjárást elkerüljék. Hogy oldják ezt meg? Az időjárás detektálásának az első eszköze ugye a pilótának a szeme, ugye ez van a kisgépen is, de amikor már bemegyünk egy felhőbe, akkor már nem fogjuk tudni megállapítani, hogy a felhő mögött milyen felhő van, vagy éppen a felhőben milyen időjárás várható. Ezért van az, hogy a repülőgépeknek az orrába, az orrkúp alá, itt ezen a Malév 254-esen a kék orrrész alatt egy radarberendezést helyeztek el. Ez a radarberendezés méri a repülőgép előtt lévő felhőkben lévő csapadék sűrűségét, és ezekből tudja a személyzet megállapítani az különböző színes, analóg digitális jelzések formájában, hogy abban a felhőben tulajdonképpen milyen csapadék van, bele lehet abba a felhőbe menni, vagy azt a felhőt messzivel kell kerülni. Ha belemegyünk egy ilyen felhőbe, mert azt mondja a radar, hogy bele lehet menni, akkor beszéltem arról, hogy a repülőgép szárnyán jég tud kiválni, a repülőgép ablakán jég tud megjelenni, a repülőgépeknek a hajtóművében jég tud megjelenni. Ezt olyan módon szüntetik meg ezeken a repülőgépeken, hogy a repülőgépeknek a szárnyát, az úgynevezett belépélét, ahol a légáramlás találkozik a szárny felületével, valamilyen módon fűtik, ennél a típusnál meleg levegővel fűtik, a hajtóműtől vesznek el, ugye ott alaphelyzetben van forró meleg levegő a különböző termodinamikai folyamatok véget, onnan veszik el a meleg levegőt és áramoltatják végig a szárnynak a belépélén, és akadályozzák azt meg, hogy a jég lerakódjon, vagy ha lerakódott volna, akkor leolvadjon. Ugyanez igaz a hajtóműveknek a szájára, azt a kerek részt, a hajtómű belülnyílását is meleg levegővel fűtik, és oldják meg azt, hogy a hajtómű ne jegesedjen. Ha megnézzük ezt az IL-18-ast, ez egy gázturbinás propelleres repülőgép. Ez a repülőgép is alkalmas volt már arra, hogy rosszabb időjárási körülmények között repüljön. Ennek is van ugye radar az orrában, viszont ennek a hajtóművét, ennek a száját is fűtik, és ami nagyon érdekes, hogy ugye ez egy légcsavaros repülőgép, itt a gázturbina nem a kiáramló gázsugarát használja fel arra, hogy a repülőgépet előre tolja a levegőben, hanem a légcsavaron keletkező vonóerő húzza a repülőgépet előre, ugyanúgy, mint ahogy a kisgépen mutattam. Ezeknek a légcsavaroknak, ott látszik a légcsavarkuptól kifelé, a légcsavar lapáton van ilyen fényes felület felhordva, az tulajdonképpen egy fűtőréteg. Itt a repülőgépnek a légcsavarját fűtik, hogy a légcsavaron ha jegesedésben vagy jeges felhőben halad át a repülőgép, akkor ne keletkezzen rajta jég, ugyanis a jég az elrontja a légcsavarnak a profilját, rázkódást okoz, és a repülőgép nem fog úgy előre haladni a levegőben. Tehát a szimulátor egyik legnagyobb előnye, hogy az időjárást is szinte fokozatmentesen lehet benne változtatni. A nappal jó idő a légiforgalomban előfordul, szeretjük, nagyon jó, de nagyon-nagyon sokszor műszeres repülési körülmények közé kerülünk. Kérek egy IFR-t. Ebben az esetben a látás és a felhő alap csökken. Egy picit ködös, kicsit párás, de ez még mindig viszonylag jó repülhető körülmények között vagyunk. Abban az esetben, hogyha kezd még tovább romlani az időjárás, ebben az esetben tovább csökken a látás. Jól látható, hogy ebben az esetben a látás már csak körülbelül olyan 500-550 méteres, és a felhő alap is lecsökkent 200 feet-es értékre. Ebben az esetben a repülőgép már szigorúan műszeres körülmények között kell, hogy repüljön, ezt a fajta leszállást még meg lehet oldani kézzel. Ha abban az esetben az időjárás tovább romolna, ebben az esetben a repülőgépek általában már robotpilótával szállnak le, tehát robotpilóták végzik magát a leszállást.
Ha még tovább romlik az időjárási helyzet, ez pedig az az időjárási helyzet, aminél ez a repülőgép még képes leszállni. És ez pedig az a leszállási körülmény, aminél már ez a repülőgép nem képes leszállni. Jó, akkor most kérnénk egy VFR-t. Jó, és kérnénk egy éjszakát. A valóságban meg kell várni, amíg lemegy a nap. A szimulátorban 4 gombnyomás, és már is megjelentek az éjszakai fények. Na, esik. Köszönöm szépen!